Köszöntöm a nézőket! Elkezdték ellenőrizni a házak legalizálását. Hogyan lehet kitenni egy albérlőt a lakásból? Az állam kifizeti az elmaradt járulékokat, és megnézzük azt is, hogy hogyan készülnek a babahinták. Ezek a mai körkép témái. Tartsanak velem! Magyar Kanizsán elkezdték ellenőrizni, hogy a lakó és melléképületek legalizálva vannak-e. Az illetékesek sorra járják a családi házakat, és összehasonlítják, hogy a valóság és a dokumentációban szereplő adatok megegyeznek-e. Már hetekkel ezelőtt megindultak a felügyelőségi szolgálat megbízottai, hogy az összeállított listák alapján felkeressék a családi házak tulajdonosait. Sokan nem tudnak róla, ezért bizalmatlanul fogadják őket, de különösebb akadály még nem merült fel előttük. Léko Lajostól látogatásunk előtt néhány perccel ment el a kéttagú bizottság. Erre a portára, erre a házra vonatkozólag minden rendben van, azért, mert a lényegében mi még a 80-as években kezdtünk el építeni, amikor minden alapfeltételnek eleget kellett tenni. Tehát tulajdonviszonyt kellett, hogy legyen az építtetőnek, tervrajz, a urbanisztikai jóváhagyás, és hogyha hitelt akartál fölvenni, ahogy betáblázhassák, akkor pedig logikus, hogy tulajdonodban is kellett, hogy legyen az egész. Másrészt pedig az utolsó hitelrátánál, amikor a befejezésre kértük az engedélyt, akkor pedig elvagy a hitelt, akkor pedig még a befejezés előtt és a lefizetés előtt a betáblázott összeg levételét csak úgy tették lehetővé, hogyha még volt a beköltözési engedély is. És ebből adódóan ilyen tekintetben állunk az egész épület legalizáltnak tekintet. Koncz Klára és férje a régi szülői házat varázsolták újjá. Ehhez mindent lerendeztek a városházán, ezért nem számítanak kiadásokra a legalizáció kapcsán, bár náluk még nem jártak az önkormányzati megbízottak. Tehetjük a Tiszapartot, én itt nőttem föl, és hát mindenképpen az volt az álmom, hogy ha lehet, itt laknák. És akkor a szüleim halála után eldöntöttük, hogy renováljuk, erre engedélyt kértünk, és akkor a régi épület tulajdonképpen nagyságára, alapjára igyekeztünk fölújítani, amit csak lehetett, a házat újjátenni, tető új. Én remélem, hogy nem kell újabb legalizációt csinálni, mert mi maradtunk a régi tervek szerint a nagyságra, a méretre, a négyzetméterre. És ebben teszem azt a belső, vagy az alsó épületek is ugyanúgy állnak, igen, mint voltak? Igen, ugyanúgy állnak, mint voltak, csak az, hogy az új falakat húztunk. Hatalmas munka szakadt a legalizációval az önkormányzat, ezen belül a felügyelőségi szolgálat nyakába, mondja Sáfrány Attila szolgálatvezető. Magyar Kanizsa község területén 10-15 ezer objektumra becsültük azoknak az épületeknek a számát, amely illegálisan épült az elmúlt időszakban. Jelenleg a terepen 5 csapatunk dolgozik 10 emberrel, és további 2 ember végzi az információ gyűjtést, illetve az előkészítést a terepes csoportok számára. Az ő feladatuk az, hogy a műholdas felvételt összehasonlítva a geodéziai térképekkel kiszűrjék azokat az épületeket, amelyek engedély nélkül épültek. Minden egyes olyan épület, amely nem szerepel a geodéziai térképeken, tehát nem hivatalos, az összeírásra kerül. Minden egyes épület, amelynek az alapterülete meghaladja a 10 négyzetmétert, függetlenül attól, hogy milyen anyagból épült, vagy milyen célt szolgál, az mind összeírásra kerül, hiszen ezeket az épületeket, tehát a 10 négyzetmétertől nagyobb épületeket csak engedéllyel lehet építeni. A terepes munkával párhuzamosan folyik az adatok feldolgozása is, és a törvényhozó, illetve a törvényes eljárás az úgy működik, hogy minden egyes ilyen engedély nélkül épült objektumra bontási végzést adunk ki. Itt ezt mindig kihangsúlyozzuk az ügyfeleknek, hogy ettől nem kell megijedni. Ez az esetek legkisebb hányadában jelent csak valóban bontást, az összes többinél pedig ez a folyamat kezdete. Utána kapnak egy
határozatot arról, hogy a bontási végzés, illetve az ehhez kapcsolódó eljárás megszűnik, és a következő lépésben pedig kapnak egy használatba vételi engedélyt, amivel be tudják ezt az épületet jegyeztetni a kataszterba. A legalizáció folyamata tehát javában tart. Valószínűleg a régebben évtizedekkel ezelőtt épült házakkal, illetve közben felépített melléképületekkel lesz a több gond, bár most, a folyamat elején még erre vonatkozó adatokkal nem rendelkeznek az illetékesek. Érdemes bérleti szerződést kötni a főbérlő és az albérlő között, ugyanis ha ez nem történik meg, akkor megeshet, hogy az albérlő hirtelen eltűnik a lakásból, vagy pedig nem fizeti a számlákat. Az albérlők által a legkeresettebbek a városközponthoz közeli, újépítésű, nagyobb alapterületű családias lakások, vagy pedig a város legszűkebb központjában található régebbi építésű, de jó állapotban lévő kisebb lakások. Ma már itt a Tokió lakótelepen a lakások nagyobb részében albérlők élnek. Egyre többen bérelnek kertes házat a városon kívül, Palics pedig különösen kedvelt. A 83 éves Joli néni fia évekig bérbe adta a tulajdonában lévő kisebb palicsi házát, jöttek, mentek az albérlők, a legtöbbjükkel nem is volt gond. Aztán jött az, amire még rémálmukban sem számítottak. Egy család egy évig lakott a házban, fél évig fizetett rendesen, aztán sem az albérletet, sem a rezsiköltségeket nem fizették, tetemes adósságot halmoztak fel. Nem bírta fizetni, illetve mindig halasztotta a lakbért, nem fizette a lakbért, de közben nem fizette se a villany, se a telefon, és erről nem tudott a tulajdonos. Csak utólag derült ki, amikor egy éjszaka leple alatt gyönyörűen elmentek, és utólag derült ki, hogy egy éves villanyszámla, telefonszámlája megmaradt, tetemes összeg, és ezt tulajdonosnak kellett kifizetni. És semmit se tett a... Nem lehetett se följe, nem lehetett. Na, és egy éjszaka leple alatt szépen elszöktek tulajdonképpen. A maga fia azt is mondta, hogy állítólag, amikor felszólították, hogy költözzön ki, azt mondta, hogy inkább fölgyújtja a házat. Hát nem gyújtotta föl, de felszedte az összes... padlószőnyeget, nem tudtunk róla, és az ablakon keresztül kidobta, fölhasogattana, fölvagdosta és kidobta. Tönkretette tulajdonképpen a lakást, rettenetes állapotban volt a lakás, csak utána lett laminált padlóval lerakva. Most már úgy döntöttek, hogy ezt a házat inkább nem is adják ki senkinek, inkább eladják. Ne, szeretnénk eladni természetesen, de hát nem minden áron. Lakót viszont benne nem engedünk többet. Véletlenül se. Joli néni fiának kellett minden elmaradt közműszámlát kifizetnie, a 11.000 dináros víz, 13.000 dináros telefon és 46.000 dináros villanyszámlát. A dolog furcsasága, hogy amíg az albérlő család ott lakott, nem kapcsolták ki sem az áramot, sem a telefont, amint elmentek, ez megtörtént. Állítólag mindenütt volt ismerettségük. Én, ha nem fizetek egy hónapig, akkor rögtön kikapcsolnak valamit. Őnek is semmit se kapcsoltak ki. De ami mint elment, rögtön kikapcsolták, és nem lett villany. Addig még be nem fizette a fiam az elmaradott villanyszámlát, meg telefonszámlát. Hogy ilyesmi ne történhessen meg, bérleti szerződést kell kötni. A bérleti szerződésbe eleve bele kell írni, hogyha a bérleti szerződés kötésekor nem fizet két havi bérleti díjat, akkor automatikus felmondás jár. Ha nem fizeti a rezsiköltségeket, akkor a kaucióból azt ki lehet fizetni. Tehát valójában a bérleti szerződésben mindent regulálni kell, ha mindig írásba kellene kötni. Az adókötelezettség az 20% a fizikai személyeknél, hogyha lehitelesíti a bérleti szerződést, adóhivatalnak elküldi, és a bérleti szerződésbe bele kell írni, hogy kifizeti rá a 20%-os adót. A rezsiköltségeket
a bérleti díjból, illetve a rezsiköltségekkel az adót, a 20%-os adót egy negyed részbe lehet csökkenteni, tehát a költségekről fénymásolat kell. Tehát valójában úgy kellene ezeket a bérleti szerződéseket megcsinálni, hogy köteles legyen a bérbe vevő a bérleti díj megfizetése mellett a számlákat is becsatolni legalább havonta vagy két havonta, hogy kifizette a rezsiköltséget. Amennyiben meg nem fizeti ki, a bérleti szerződésbe beletenni azt, hogy automatikus felmondás jár, ha nem fizeti a rezsit vagy a bérletet. Ha az albérlő nem fizeti a közműszámlákat és nincs írásos bérleti szerződés, akkor jönnek a problémák. Az elmaradt számlákat ugyanis az ingatlan tulajdonosán hajtják be. A végrehajtási eljárás a tulajdonos ellen indul. Ha nagy a tartozás, még a lakását is elárverezhetik. A végrehajtási törvény értelmében az ingatlant ilyenkor akár a valós árnál 60%-kal kevesebbért is értékesíthetik. De van még egy fontos dolog. Bérleti szerződések figyelemmel kell lenni a bérbe adott ingóságokra is, ha a lakást bútorozva adják ki, mert ugye azt külön listán föl szokták sorolni, hogy mi a bérleményben milyen ingóságok vannak, esetleg fényképekkel ellátni, mert előfordult már olyan bérleti jogviszony is, hogy a bérbe adó felszívódott és egyszerűen elment, meg volt olyan is, hogy a lakást kipakolta. Általában európai joggyakorlat a két havi lakbér letétbe helyezése arra az esetre, ha a bérlő nem fizeti a rezsiköltséget vagy kárt okoz. Ajánlatos lakásbiztosítást is kötni. Amennyiben az ingatlan tulajdonosának nincs bérleti szerződése az albérlőjével, ki sem lakoltathatja őt, a bírósági eljárás pedig évekig elhúzódhat. Szabadkán az ipari zónában vidékről munkába állók miatt egyre többen keresnek albérletet. A közvetítő irodák általában leellenőrzik klienseiket. Ništa nam 100% ne garantuje, ali najbolje obezbediti se valjanim ugovorom sa zakupcem, gde se precizira tačno visina kirije, precizira se način plaćanja, znači vreme, kada najbolje u momentu recimo plaćanja kirije da se prikažu računi od prethodnog meseca da su plaćeni. Znači, to je jedina kontrola i uzimanje depozita u visini jedne mesečne kirije. Az ingatlan magántulajdon. Ha van bérleti szerződés és az albérlő nem fizet, akkor jogtalanul tartózkodik a lakásban, és ilyen esetben akár rendőri intézkedéssel is kilakoltatható. Az állam kifizeti az elmaradt járulékokat azoknak, akik olyan vállalatokban dolgoztak vagy dolgoznak, amelyek csődbe mentek vagy átalakítás alatt állnak. Erről azonban nagyon sokan nem értesültek még, ennek a témának jártunk utána. A 2017-es év végéig a köztársasági nyugdíj és rokkantság biztosítási alapnál nyújthatják be kérvényeiket az érintettek. A kormányrendelet értelmében 13 ezer egykori dolgozó számára rendezhetik így módon a nyugdíjaztatásokat. Eddig azonban mindössze 923-an jelentkeztek. Sokan most hallanak először erről a lehetőségről, pedig olyan szabadkai vállalatban dolgoztak, amely már rég csődbe ment. Hát az Agrokombinát. És mi lett a vállalat sorsa? Hát a vállalat sorsa, hát csőd bement, és akkor utána volt egy csőd direktorunk, aki még jobban csődbe vitte, úgy látszik, hogy nem, mostan így be van perőve tán valószínűleg. Rendezték a járulékokat, illetve a nyugdíjbiztosítást? Hát talán rendezték, most még nem nézettem meg, úgyhogy hát ezeket még nem nézettem meg. Azt így, hogy van egy új kormányrendelet, amelyben azok a dolgozók számára, akiknek esetleg nem fizették a nyugdíjbiztosítási alapot, csődbe ment vállalatok esetében, az állam ezt kifizet, és akkor nyugdíjba mehet. Hát ezt nem tudtam, nem hallottam még érti erről, mert... Magának mennyi hiányzik a nyugdíj? Hát én nekem mostan még 3 év. A szóban forgó záradékot a szerb kormány ez év február 3-án hozta meg.
Azon dolgozók lehetősége ez, akiknek a munkáltatója csődbe ment vagy magánosított vállalatok esetében és a rokkantakat foglalkoztató cégek esetében nem fizette a járulékait, a nyugdíjbiztosítási alapot. Ők benyújthatnak arra vonatkozó kérelmet a területileg illetékes nyugdíjbiztosító fiókintézethez, hogy az állam fizesse be az elmaradt járulékokat. Ez nem egy újdonság, ilyen lehetőség volt már az elmúlt években is, de most meghosszabbították a kérelem benyújtásának a lehetőségét 2017 év végéig. Megszabták a keretet is, a pénz összeget, ez szerint 13 ezer dolgozóra terjesztik ki ezt a lehetőséget. Fontos kiemelni, hogy a csődeljárások tekintetében csak azok a cégek kerülhetnek szóba, ahol a csődbiztos az állam által kinevezett ügynökség. Tehát ahol a bíróság állami ügynökséget nevez ki csődbiztosnak, ott a dolgozók élhetnek ezzel a lehetőséggel, azzal, hogy ez a rendelet csak 2015, 2016 és 2017-es évben megindított csődeljárásra vonatkozik. A magánosított cégek volt dolgozói tekintetében szintén fennáll ez a lehetőség. A harmadik kategória pedig azon vállalatok volt dolgozói, akik rokkantakat foglalkoztattak, illetve professzionális rehabilitálást végeztek a dolgozók tekintetében. Szabadkán egyébként rengeteg olyan csődbe ment vállalat van, amely az elmúlt évek során ugye a dolgozóikat elbocsátotta. Most ők hogyan tudják konkrétan megállapítani, hogy jogosultak erre? Hát ahogyan mondtam, tehát amennyiben csődeljárásról van szó, a feltétel az, hogy ki a csődgondnok. Tehát amennyiben az illetékes bíróságnál ellenőrzik, a gazdasági bíróságok vezetik a csődeljárásokat, és ellenőrzik, hogy ki a csődbiztos, amennyiben ez az állami ügynökség, akkor ez a törvényi feltétel fönnáll. Az is persze fontos, hogy melyik évben indult meg a csődeljárás, ha ez az utóbbi három év, akkor ők jogosultak ilyen kérelem benyújtására. Egy érdekesség még, amit azért mindenképpen kiemelnék, a formanyomtatványon, az interneten megtalálható ez a formanyomtatvány, ezt kell kitölteni a kérelmezőnek, és ott egyik feltétel az, hogy a hivatalos bizonylatot, pontosabban bírósági határozatot kell hozni arról, hogy nem indított az állam ellen peres eljárást, amelyben követeli ezeket a járulékokat, vagy ha indított és esetleg jogerősen megnyerte ezt a pert, akkor egy bírósági határozatot arról, hogy ő végérvényesen lemondott ezen követeléséről. Tehát csak akkor nyújthat be ilyen kérelmet, ha az esetleg megítélt követeléséről lemond. A kérelem beadása előtt tanácsos alaposan utána nézni a dolgoknak. Mindenkinek tanácsolom ugye a mai internetes világban, hogy interneten megtalálhatják ezeket a nyomtatványokat is, ezeket a feltételeket is, ahogyan jó magam is részletesen találtam erre vonatkozó információkat, de ugyanakkor, ahogy említettem, a gazdasági, amennyiben csődeljárásról van szó, akkor a gazdasági bíróságon nézhetik meg ezt a csődbiztos, hogy ki az, hogy ez őket esetleg kizárja ebből a körből, illetve természetesen az illetékes nyugdíjbiztosítónál érdeklődhetnek, hiszen ott nyújtják át az erre vonatkozó kérelmet. A Köztársasági Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap Szabadkai Fiókintézetében megkeresésünkre közölték, hogy azoknak a járulékait is kifizeti az állam, akik az idei évben jogosultak lennének a nyugdíjba vonulásra, de a be nem fizetett járulékok miatt erre nincs lehetőségük. Továbbá, akik a 2017-es év előtt már kérvényezték a nyugdíjbiztosításukat, de szintén a be nem fizetett járulékok miatt nem vonulhattak nyugdíjállományba, illetve azoknak a terheit is megtérítik, akik úgy jogosultak a nyugdíjra, hogy a munkaadójuk helyett önmaguk fizették be a járulékaikat. A valamikori november 29 húsgyárban 1600-an maradtak megélhetés nélkül, amikor a vállalat csődbe ment. Ja sam radio 30 godina u 29. novembru, počeo sam 70. pa do 97. dok nismo ošli pod stečaj. Információink szerint a csődbe ment november 29 egykori dolgozói után a vállalat legalább a járulékokat rendszeresen fizette. A kormányrendelet értelmében azok, akik átadják igénylésüket, hogy az állam kifizesse a munkaadójuk által be nem fizetett járulékokat, alá kell, hogy írjanak egy nyilatkozatot, miszerint beleegyeznek abba, hogy a legalacsonyabb elszámolás szerinti járulék összegét fizetik be utánuk. Egy fiatal kishegyesi házaspár egy érdekes vállalkozásba kezdett, kislányuk születése adta nekik az ötletet, hogy mivel is foglalkoznak, kiderül a következő bejátszásunkból. Sziasztok! Sziasztok!
Kishegyesi otthonában látogattuk meg a tüskei házaspárt. Emília orvosbiológus diplomát szerzett Debrecenben, Zoltán gépésztechnikus. Egy rövid magyarországi kitérő után hazaköltöztek Zoltán szülőfalujába Bács-Feketehegyre. Hamarosan megszületett kislányuk Emma, akinek érkezése hozta magával a babahinta készítés ötletét. 2015 elején megszületett a kislányunk, és akkor egy fél évre rá megvásároltuk neki ezt a ringató babahintát, és nagyon-nagyon bevált, meg nagyon szerette, és akkor ebből kifolyólag jött az ötlet, hogy akkor talán másnak is beválna, és akkor kikísérleteztük a szabásvarás mintáját, és akkor úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt értékesíteni. Szerencsére nagy igény van rá, nagyon szeretik a babák, és nagyon-nagyon jó dolognak bizonyul. Ekkor még Feketicsen éltünk, és egy kétszobás kisportál névű házban, és nagyon szerettünk volna egy kicsit nagyobb házat, ahol a kislányunknak is lehet szobája, meg kert, meg udvar, stb. És tavaly tavasszal megláttuk ezt a Prosperitáti Alapítványnak a pályázatát, és nagyon-nagyon felelkesülve megpályáztuk, és hát csodák csodájára sikerült, hát tényleg csodába határos dolognak éreztük, és akkor Kishegyesen találtuk meg ezt a házat, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, és akkor ezt kicsit rendbe hoztuk, és akkor most már ősztől itt élünk. A beltéren és kültéren is használható hintát egyre többen keresik, mivel praktikus, minden irányban mozgatható és forgatni is lehet. A ringatózás pedig megnyugtatja a babát, stimulálja az idegrendszert és az egyensúlyérzet kialakulását. A családban egyelőre csak Zoltánnak van munkája, ezért nagyon jól jön a hintagyártásból származó jövedelem. Közösen készítsük ezt a hintát feleségemmel, és szabás. Én vállalom, varást ő csinálja, az anyagbeszerzést általában közösen csináljuk, a farudakat egy asztalosra csináltassuk, a rugót is úgy szintén csináltatjuk, a kampókat azt én gyártom, hogy olcsóbb legyen, és kötelet úgy szintén én kötöm, készre van kötve, nagyon biztonságosak, speciális csomókkal vannak kötve, hogy maximális biztonságot nyújtson a kisbabáknak. Hát pillanatnyilag ez sokat jelent nekünk, mert ez sok mindent meg tudunk belőle valósítani, amit fizetésből nem tudnánk. Például ebből felhúztuk ezt a hosszú kerítést, ami ott az udvarban látható. És sok más mindent meg tudtunk belőle venni, amit nem tudnánk. A visszajelzéseken és a sikereken felbuzdulva hamarosan új terméket is készít a házas pár. Vannak még terveink, igen, most készül egy újabb fajta, amit most még nem árulok el, de dolgozunk egy újabb projekten nagyobb gyerekeknek, tehát a mostani az 0-3 éves korig mondjuk rá alkalmazható, és akkor most egy nagyobb gyerekeknek valót készítünk, ilyen 3-9 korosztálynak. Úgyhogy reméljük, hogy majd az is nagy sikert fog aratni, de ennek ellenére azért most végre belevágtunk a honosítás folyamatába, mert hogy kicsit úgy néz ki, hogy kedvezőbb körülmények között lehet honosítani, tehát talán nem annyira költséges, és akkor azért nagyon remélem, hogy sikerül majd a szakmába is kicsit beleásnom magam elhelyezkedni, akár tanügybe, vagy nem is tudom, laborba is talán. De ez mellett persze nem hagyom a ringatót sem, mert ez is azért a szívem csücske, úgyhogy semmiképpen sem hagynám. Ha már belefogtunk, meg működik, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném folytatni. Tüskejék elmondása szerint mindketten kötődnek a szülőföldjükhöz, a családjukhoz, így mindenképpen itt képzelik el további jövőjüket. Eddig tartott a mai körkép, köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel, viszontlátásra!